Szenior Akadémia hallgatók. Októberi második videónkban a művészet csodálatos világába kalandozunk, de nem pusztán egy művészettörténeti előadást fognak tőlem hallani, bár magam tarthatok ilyet, hiszen kultúrtörténész végzettséggel is rendelkezem, hanem egy teljesen speciális dologról fogok beszélni. Onnan indítom a történetet, hogy a mai modern művészettudományban legyen az esztétika, legyen az művészet történet, nagyon sok új szempont került elő, nagyon sok új szempont jelent meg. Nem csak a hagyományos, klasszikus, belső művészetelemzés és műelemzés az, ami divatos, tehát megnézem a mű összetettségét, szerkezetét, képi világát, honnan beszél az elbeszélő, vagy a festő honnan mutatja azt, amit ábrázol, hanem megjelentek olyan nézőpontok, olyan horizontok, ha tetszik, olyan iskolák, amelyek speciális szempontokból nézik a műalkotásokat. Ilyen például a feminista nézőpont, amely azt mondja, hogy azt kell megnézni, hogy a nő-férfi társadalmi alárendeltségek hogyan jelennek meg a művekben, milyen a nő ábrázolás, és erről von le messzebb menő következtetéseket adott esetben a társadalomra nézvést. Létezik egy úgynevezett kolonialista Megközelítés, amely azt nézi, hogy a gyarmati sorban lévő népek, emberek ábrázolása hogyan történik irodalomban, szobrászatban, festészetben, milyen tendenciái vannak ennek, és ez mondjuk hogyan hat a környező világra. Létezik egy olyan, olyan nézőpont is, amely a különböző szexuális orientáltságú közösségek felől nézi meg az irodalom és a művészet működését, tehát azt nézi meg, hogy ezek a közösségek hogyan, és miként vannak ábrázolva, vagy ha nincsenek, akkor vaj, miért nincsenek ezek ábrázolva. Szintén létezik olyan megközelítés, amelyet zöld perspektívának mondanék, hogy a hogyan ábrázolja a műalkotás a a természetet, milyen szerepe van a természetnek abban a műben, másodlagos vagy primér szerepe van, mit jelent egy tájkép, a tájkép története hogyan alakul, de egyáltalán az, hogy óvd a, a környezetet és, és örökíted át a jövőnek, ezek a szempontok nagyon-nagyon-nagyon fontosak a mai művészetértésben. Vannak olyan megközelítések, amelyek gazdasági szempontból közelítik a, a, a műveket, hiszen azt nézik meg, hogy körülötte, ugye milyen volt a gazdasági helyzet, miből élt a művész, hogyan tudták őt szponzorálni, támogatni, és a a korgazdasági gazdasági helyzetét miképpen jellemzi, miképpen konstruálja, miképpen mutatja meg egy-egy irodalmi műalkotás. Szóval ezekből a példákból azt gondolom, elég világosan látszik, hogy rengeteg féle megközelítés létezik ma a művészetben, talán soha nem volt ennyi a művészet értelmezéséhez, és minden más nézőpontból más és más következtetéseket tudunk levonni a műalkotásra vonatkozólag, adott esetben egy-egy ilyen kis nyelvben, egy-egy ilyen kis megközelítésben teljesen más műalkotás látszik értékesnek, mint, mint adott esetben egy másikban, ahol mondjuk az említésesen méltó. Ennek megfelelően ugye az a gondolat, hogy nagy művészettörténeteket írunk, mára már elég kétséges, különböző szempontokból érdemes nagy összefoglalókat írni, azon szempontokból megírható a művészet egy-egy története. Ha ezeket a dolgokat megértjük, akkor a következő kérdésünk mindjárt az, hogy mi a helyzet az idősekkel. Hát ebben nagyon meglepőt fogok mondani, bár szerte a világon vannak idősekkel foglalkozó művészettörténészek, akik idősebbeknek tartanak művészetterápiát, művészettörténeti kurzust, művészet elemző, tehát műalkotás elemző kurzust. Az a nézőpont, hogy megnézzük, hogy egy-egy műben az idősek hogyan jelennek meg, és az időskor ábrázolása hogyan történik, illetve az a nézőpont, amiről az én videóm szól, hogy nézzük meg, hogy az idős hogyan gondolkodik a műalkotásról, a tapasztalt bölcs ember hogyan viszonyul egy-egy műalkotáshoz, mit néz meg benne, és mi az, ami számára annyira nem fontos, mit vesz észre, amit esetleg más generáció nem lát, ez szinte hiányzik. Én két évvel ezelőtt két részben is készítettem egy gero esztétikai, geronto esztétikai videót, tulajdonképpen két részből álló videót, amelyben már képeket elemeztem. Ez a videó tulajdonképpen annak a folytatásaként is felfogható, mert most éppen a Pestlőrinci diákjaimnak a csodálatos magyar festőt, Mennyánszki Lászlót tanítom, akit méltán nevezhetünk magyar vangóknak. Menjánszky László művészetében azért is igaz ez a vangóg jelző, mert egyrészt lement a mélyre, tehát szegény emberek kiszolgáltatottak, megalázottak és megszomorítottak világát, mutatta meg a nézőknek, annak ellenére is, hogy ő egy gazdag családból származott, ahogyan egyébként vangóg is, tehát tulajdonképpen közönös is lehetett volna a szegények iránt, de mély empátiával ábrázolta a jót és a rosszat is a szegények világában. De abban a tekintetben is fantasztikus a párhuzam vangókkal, sokkal inkább, mint csontvári esetében, hogy kifejezetten misztikus képeket is készített, amelyekben az emberi élet és az emberi élet halálba való átmenetének a, a megjelenése történik, szimbolikus módon természetesen, tehát nem konkrétan magát az eseményt jeleníti meg, hanem lehet erre elég erőteljesen következtetni. Na ezen a ponton mondható az, hogy az idős korosztálynak, akit természetesen már jobban foglalkoztat az átlépés, a halálon túli élet gondolata, nagyon fontosak és nagyon tartalmasak lehetnek ezek a műalkotások, és feltehetően speciális tartalmakat is észre tudnak bennük venni Mennyánszki szimbolista tájképeiben. Ezek közül a tájképek közül ugye Elsőként azt a tájképet szeretném kiemelni, amely tulajdonképpen a, az egyik leghíresebb tájképe Menyánszkinak. Ez az Alpesi táj című kép, amelyet 1900-ban készített. Az Alpesi táj mutatja az emberi élet útját, ha erre a képre idős ránéz. Ezt onnan tudom, mert ugye az idős tanítványaim azonnal ezt mondták a képelemző kurzuson. Ugye ezen a képen a, először a föld van, talán kiforgatott föld éppen tőzekhez vagy máshoz, kiforgatott, kibányászott, kihasznált föld a kép alján, vezet egy ösvény egy településen keresztül, majd jön az erdő, és a végén pedig egy hatalmas, grandiózus táj, havas táj. Most ez nyilvánvalóan nem csak egy puszta tájkép, ahol az emberi élet kicsinsége és a természet nagysága jelenik meg, ami mindenkinek eszébe jut, hanem egy idősebb néző, egy idősebb elemző számára nyilvánvalóan az is felmerül, hogy az ember porból, porból vétetik, aztán elindul az élet útján, bizonytalanul, ahogyan ez az út halad, majd bekerül egy közösségbe, egy életközösségbe, egy, egy világba, egy, egy, olyan, olyan városba vagy faluba, amelynek értékrendje alapvetően meghatározza az ő életét. De ahogyan felnőtté válik, egyre inkább önálló döntéseket kell hoznia, önállóan felel a saját életéért, és hát bizony ebben nagyon sok nehézség is van, tehát megjelenik az erdő, és azt se hallgassuk el, hogy ahogy haladunk előre az élet ösvényein, azért nem a az egészségesebbség, dimenziója következik el, tehát kisebb, nagyobb problémák, egészségügyi, lelki, szellemi problémák érnek minket, tehát ezt is szimbolizálhatja az erdő. Egyértelműen az utazó útja látszik a képen, az erdőben vezet, és az erdőn keresztül van egy nagyon szép fehér csík, a képnek a közepétől egy kicsit jobbra, ami nem a festménynek valami fajta szennyeződése, hanem kifejezetten tudatosan van ráfestve, ez pedig jelzi, hogy az utunk végül magányosan, de a grandiózus világba, az átlépés világába vezet, amelyet először a hó szimbolizál, a hó mögött pedig a láthatatlan, ismeretlen, csak elképzelt világ, ami vár ránk. Ugye ez a kép tehát egyértelműen mutatja azt, hogy, hogy lehet, hogy ez más generációknak pusztán egy tájkép, de az idősebb ember számára, aki már sokkal többet számot vett, élettel, halállal, mulandósággal, az átlépéssel, az átlépés idején mi történik velem ezekkel a kérdésekkel, nyilvánvalóan, hogy egy sokkal komplexebb, többletebb jelentést ad ez a fajta nézőpont, ezt hívják, vagy hívhatjuk ugye gerontoesztetikai, vagy röviden geroesztetikai nézőpontnak. Tehát azt próbáljuk megvizsgálni, hogy az idős ember mennyire speciálisan, mennyire különlegesen látja a fiatalabb korosztályhoz képest ezeket a műalkotásokat. Szintén nagyon, nagyon izgalmas és nagyon, nagyon jó műalkotás a Vaskapu című festmény, amelyet 1890 és 95 között készített. Ez a csodálatos, monumentális műalkotás, ez ugyanezt az átlépést mutatja az ember számára. Ugye egyértelműen mondható, hogy a szemet, ugye a festő az enyész pont irányába, az átlépés pontjára, az átlépés kapujára vezeti, és az út, ugye ahogyan a fény ki is jelöli, oda vezeti az embert. És azt látjuk, ami előtte van, és azt is látjuk, ami a határán van, ugye ezeket a grandiózus sziklák jelképezik, de azt, hogy mi van mögötte, azt inkább sejthetjük, érezhetjük, de valóságosnak nem tudjuk az életben felfogni itt kell elmondani, hogy, hogy Mennyánszki nagyon komolyan foglalkozott a buddhizmussal, és a buddhizmus alaptanítása is, sőt általában az indiai filozófiák alaptanítása az, hogy van egy létáramlás, és ebből ki kell lépni az embernek a valóságba, majd az élete végeztével, hogy ebből a szám szárából, ebből a létáramlásból ki kell lépni, és az átmá, ugye az önvalóságot kell, kell megtapasztalni. Ebben az értelemben ez a kapu, ugye, ami egyébként egy mesterségesen létrehozott átjáró, ez ugye szimbolizálja ezt a fajta átlépést. Nagyon érdekes képe még, ami szintén gerontológiai szempontból is értelmezhető, az Uzmarás Fák című képe, amelyben a természet hatalmassága egy nagyon öreg fa képében, és a pici ember ellentéte jelenik meg, ami egy idős számára még inkább azt a kettősséget mutatja, hogy az emberi véges élet mennyire pillanatszerű, mennyire kicsiny, mennyire töredékes, akár a természet életéhez képest, hogy ahogy telnek az éveink, ez egy alapvető gerontológiai közhely, hogy a gyorsuló időt érzékeljük, tehát egyszerűen is magyarul fogalmazva azt érezzük, hogy, hogy milyen könnyen elment, milyen gyorsan elment ez a 40, 50, 60, 70, 80 év az életünkben, és mennyire kicsiny az az életidő, amit akár a természet idejéhez az ember megkapott. Nem titok, sokan ismerik ezt a dolgot, hogy maga Csontvári is, tehát Mennyánszki kortársa Csontvári is, azért ment el Libanonba többek között, hogy az ottani, ottani cédrusokat tanulmányozva lássa azt a hosszabb életidőt, azt a szinte örök életidőt, ami van ezeknek a növényeknek, hiszen ezek még látták a Biblia hőseit, az Ószövetség és az Új Szövetség hőseit, tehát egy kicsit, amikor a cédrusok alatt sétálunk, akkor ezt láthatjuk. Itt is ez a gyönyörűséges fa, ami, ami levelek nélkül is méltóságosan uralja a képet, egyértelműen ezt a természeti erőt mutatja, és ebben a leborult, imádkozó, a fa Krisztusnál imádkozó asszony, aki talán egy temető mellett imádkozik, ugye az út másik oldalán valószínűleg egy temető található, de ez nem látszik pontosan csak a kerítések, meg talán fejfaszerű nyomok látszódnak ugye a festményen. Ezek egyértelműen azt mutatják, hogy az ember pedig, pedig a nagy teremtő előtt le kell, hogy boruljon, és a nagy teremtőtől kér segítséget. Ennek a képnek a kék és a fehér színek által, bár látszólag ezek hideg színek, mégis van egy rendje, mégis van egy harmóniája, ami tulajdonképpen az élet és az életen túli harmóniája, ami egyrészt az imában jelenik meg, másrészt pedig ebben a csodálatos háttérben, ami megint a semmibe vezet, de az út ebbe irányul. Tehát tulajdonképpen megint az útól levés, megint az útra kelés képét látjuk, és pontosan a már nem látható határán, vagy a már elmosódó határán imádkozik az ember, ahogyan az imával is átlépünk, egy másik létszférába, ha tetszik a metafizika szférájába, és vagy megnyugvást, vagy üzenetet kapunk ugye ezektől a, ezektől a földön erőktől, úgy a lét és, a, nem, lét és a, a, bizonytalan lét, a túl lét határán imádkozik ez az asszony, térdre borulva a fa Krisztus előtt. Tehát egy idős ember számára ez a kép is Egyrészt a természet méretetlen hatalmát, az élet mulandóságát, de az ember kapaszkodóit is mutatja, azokat a kapaszkodókat, hogy van az életben is már hova fohászkodnunk, az életben is kapunk már segítséget, az életben sem vagyunk teljesen magányosak, ha tudjuk azt, hogy van egy megváltónk, aki értünk halt meg, és a hozzávaló imádkozás által az ember lelke megnyugszik, vagy éppen, ahogyan mondtam, üzenetet kap. Ugye a Mennyánszki festményein nem templomok jelennek meg, ahol lehet az Istennel kommunikálni, hanem a természet csodája maga a templom, és ebben a csodában is le lehet borulni, és ennek ezt a csodát látva az ember megértheti azt, hogy egy teremtett világ részese, egy teremtett világ embere. Ugyanezt a csodát mutatja az idős ember számára talán még inkább a virágzó fák című 1900-as évek elején készített festménye, amely nagyon érdekes, hogy nem a Toldiból megszokott éganap melegtől állapotot mutatja, hanem a felkelő napot, amely még nincsen a zenítjén, és megvilágítja ezt a két csodálatos fát ez a két csodálatos fa olyan, mintha egy menyasszonyi vőlegényi képet látnánk, ahol a férfi kicsit takarja az asszonyt, és a gyenge asszony egy kicsit hátrébről a férfi védelméből néz rá a képre, és valóban, ha életkori horizonton nézzük ezt a dolgot, akkor a nap még nincsen a zenítjén, ahogyan általában a házasságok esetében még nem a zenítjén van az ember, hiszen a fizikai, lelki és szellemi teljesítő képessége a legmagasabb 30 és nagyjából 45 év között, tehát Ebben az időszakban még nincsenek, de ezt megelőzően viszont történik a virágzás, ugye amikor, amikor, nagyon, amikor fizikailag már nagyon jó állapotban van az ember, kicsit többet is vállal be a keleténél, de ekkor még üde fiatal, róla az ifjúság ereje sugárzik, ahogyan ezekről a virágzó fákról ez a csodálatos életerő, ez a csodálatos gazdagság sugárzik. És a nap, még egyszer mondom, kijelöli az időt az életidőt, hiszen még nincsen az zenítjén, tehát szinte kimondatlanul is azt sugalja a számunkra ki, hogy itt még egy, egy fiatalsága telje felé haladó két növényt látunk, akiben a csoda, amelyben a csodálatos virágzás ugye, megvalósult, és ezáltal lenyűgöző szépségben áll előttünk. Egy idős ember számára ez a tapasztalat még közvetlenebbül még inkább adódik, hiszen az életkor elmúlása, az életkori szakaszok sokat foglalkoztatnak minket, ilyenkor már összegezzük azt, hogy mit tettünk, mit nem tettünk, mi volt a lényeges, mi volt a kevésbé lényeges, és ennek megfelelően egyértelműen érzékenyebbek vagyunk ezekre az életkori témákra. Azt hiszem, hogy ezekből a rövid elemzésekből, amelyek még nagyon hosszan folytathatóak volnának, szerintem világosan. Meg tudtam önöknek mutatni azt, hogy nem csak feminista nézőpont van, nem csak gender nézőpont van, nem csak kolonialista nézőpont van, nem csak gazdasági nézőpontja van a műalkotásoknak. Egyébként a felsorolásból kihagytam a mediális nézőpontot, amelyik azt nézi, hogy milyen típusú médiában került közvetítésre az a szöveg vagy az a kép, ami, ami elénk került hanem létezhet egy gerontológiai nézőpont is, tehát amikor az idősek felől nézzük a műalkotásokat, egyrészt azt, hogy hogyan ábrázolódnak az idősek ezekben a műalkotásokban, ez egy egyszerűbb, ha úgy nem mondjam, primitívebb szint, a másik viszont az a szint, ami szerintem érdekesebb, hogy az idős befogadóban, miképpen tükröződik másként a műalkotás, mi az, amiben különböző ahhoz képest, amit mondjuk egy középkorú vagy egy fiatal ember megérez. Nyilván ez is kultúra függő, hiszen természetesen az időseknek a gondolkodását az a körülvevő kultúra és azon keresztül egy civilizáció meghatározza, de én milyen, milyen, hiszek abban, hogy talán ezek mögött van egy, van egy közös, van egy közös koralapú megközelítés is, amik által érettebbek leszünk. Itt egy kicsit a torszram szociológus, gerontológus gondolata is megerősít engem, aki azt mondja, hogy ahogyan idősödünk, a keleti és nyugati civilizáció embere gondolkodásában egyre közelebb jut egymáshoz, tehát nem a távolság, hanem éppen a közelség jelenik meg. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel egy kicsit betekintettem ebbe a világba, és azt adnám önöknek házi feladatként, hogy nézzük meg egy kicsit ezzel a szemmel a kedvenc műalkotásainkat. 50, 60, 70, 80 évesen mit mutat nekünk ez a ez a műalkotás a korábbiakhoz képest. No hát az odaadó portálhoz tartozó videótár, 2022. októberi videója ez volt, ami remélem kedvet csinál ahhoz, hogy kedvenc műveinket újra nézzük, vagy újraolvassuk, és természetesen felszeretném hívni a figyelmüket arra, hogy az odaadó portál rendelkezik egy, egy olyan szolgáltatással, amelyel az idősek számára szolgáltató cégek és magánemberek elérhetők a számunkra, és velük kapcsolatba lépve, Lehetséges, hogy valamivel kedvezményesebben, de mindenképpen nagy figyelemmel tudunk szolgáltatásokat kapni, és az odaadó portálon természetesen a tudástár és a videótár anyagait is nagyon nagy szeretettel ajánlom a figyelmükbe. Rendkívül változatos, kiváló anyagokat olvashatnak, és remélhetőleg így van ez a videókkal is. Na hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Ha bárkinek bármilyen kérdése van, itt a videó alatta az e-mail címen felteti a számomra. És nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek, és nagyon jó időtöltést a kedvenc műalkotásainkkal. Minden jót kívánok mindenkinek!